Reméltük, hogy a mai napon a készszeréti munkakörben indított második perünk is lezárul elsőfokú határozattal. Sajnos erre várnunk kell. A következő tárgyalási nap január 17-én lesz, akkor már vélhetően megszületik a hőnáhított döntés, amely a mai napon azért maradt el, mert a munkáltató képviselője hozta a szokott formáját, magyarán felkészületlen volt, hiszen nem tudott vagy nem akart nyilatkozni arra a bírói kérdésre, miszerint is a munkáltató a perbéli időszakban kijelölte a elővezénylések során a rendkívüli munkavégzéssel töltött időszakot, vagy sem. Mi határozottan állítottuk, hogy ilyen kijelölés nem volt, de hát értelemszerűen a bíróságok előtt mindent bizonyítani szükséges, ezért a halasztás az elkövetkező időszak alatt a szükséges írásos dokumentációkat a bíróság részére Alperes benyújtsa. Bennünket arra kötelezett, hogy a másstart kollektív szerződését, meg azt a részét, amely a munkaidő kijelölésekkel foglalkozik, azt újfent csatoljuk. Elértem szerint azért van szükség, hogy világos legyen az az állításunk, miszerint is a munkáltató figyelmen kívül hagyva azon kötelezését, miszerint is a rendkívüli munkavégzéseket előre ki kell jelölni, ezt nem teszi meg, hanem mindig csak utólag kényekedve szerint váltogatva állapítja meg és számolja el adott hónapban. Legalábbis a múlt időszakára vonatkozóan említettem én ezt meg. Úgy tudom, hogy ebben azért a perek hatása változást hozott, és most már előre kijelöli a rendkívüli munkavégzéssel terhelt időszakot. De ahogy említettem, ez korábban nem így történt. Sajnálom, hogy a munkáltató továbbra is húzza az időt. Ez egyfajta attitűd a munkatársaival a bánásmódot illetően, mint ahogy az is, hogy a pár nappal előtti sajátos baleset okán még mindig nem találta meg a módját Csépke András, hogy pár szóval legalább, de emlékezzen meg a szomorú tényről, hiszen, mint tudott, egy munkatárs súlyosan megsérült. Hát azt hiszem, hogy ezen a legkevesebb, hogy a másnap munkavállalóit, legalább őket tájékoztatja a történtekről. De hát úgy tűnik ezen elvárható manapság egy ilyen nagyvállalat vezetőjétől. Emlékeztetőül a szakszervezetünk által kezdeményezett pernek, ennek a pernek nagy a tétje. Ez esetben is több százezer forintos elmaradt kifizetésekért perel képvisel a szakszervezetünk. Tehát fontos, nagyon fontos dolog, hogy ebben az ügyben is nyertesként tudjunk felállni a tárgyalóasztaloktól.